Nevezetesen az, hogy én minden évben meghirdetem a lokálpatrióta játékot, amelynek második helyezett jele Jász-Nagykun Szolnok megye. Az első helyezettje pedig, mivel én sem határon belül, sem határon kívül nem csinálok, mint hazai nemzetiségi kisebbség pláne, nem csinálok különbözőséget, ezt a játékot a lokálpatrióta és jótékonysági verseny Kárpátalja megye nyerte meg, így is hívják Zakarpatská oblaszt. Tehát Ukrajnában élő magyar barátaink nyerték meg. Én megmondom őszintén, hogy ugye tavaly a 3 millió 640 ezer forint értékben vittem könyveket a Szombathelyi Markosovszki kórháznak, korábban Pécsre, Miskolcra és más helyekre vittem könyvtárakat. Ugyanakkor a szívem boldog és mosolygott, hiszen olyan helyre visszük most ezt a könyvtárat, ezeket a könyveket, ahol gyakorlatilag napi szinten meg kell harcolni az anyanyelvért. Ahol a kisgyerekek és a felnőttek sem, nem természetes sajnos az, hogy ők az anyanyelvükön tanulhatnak vagy olvashatnak. És éppen ezért kértem Jász Berény segítségét, és éppen ezért kértem, és vagyok végtelenül hálás azoknak, akik Jász Berényben segítettek. Én azt hiszem, hogy igazából ez az összetartozás élménye. És a mai este teljes bevételt értsék az alatt úgy, hogy én is jegyet vettem ma este ide. Mondjuk meg is értődtem, hogy pótszék jutott nekem, de rendben van. Tehát, hogy végül is én is egy jegyet vettem, hogy ennek az estnek a teljes bevétele és valami más is még, ami összejön ma este, én ezt az összeget saját bevételeimből, a gyövásomból megduplázom, és körülbelül egy hónap múlva azzal a jó érzéssel tudnak majd most ma este hazamenni, hogy egy hónap múlva látni fogják, hogy az önök jegybevétele meg esetleges adománya után egy kétszeres szorzóval elindul egy könyvtár Kárpátaljára. Szeretném megkérni az est házigazdáját, Eldizsi Zoltán barátomat, hogy jöjjön ide, illetve Berec Zsoltot, a Filmszínháznak az igazgatóját, vagy vezetőjét, aki házigazdája volt igazából a rendezvény szintjén ennek a dolognak. Zoltán, most aztán még nehezebb helyzetbe hozlak meg, utána majd talán még nehezebbre. Zárszóként szeretnél bármit mondani? Hát kösz. Jó, akkor egy mondat. Ugye azt mondtam az elején, hogy minden nap megnevettetsz bennünket, amikor dolgozunk benne a tévében, és most már azt is tudom, hogy meg is tudsz engem ríkatni itt az utolsó filmet, és akkor legyen ez az én szárszalam. Nagyon szépen köszönöm, mert nagyon-nagyon fontos volt nekem, hogy itt voltál foglalni. Helyet lesz majd még egy pillanat, amikor rólad beszélek. Illetve az így van. Gyere, légy szíves, Zsolt! És ha jól tudom, mivel amíg mi itt ültünk, addig a mateklapok sisteregtek, át is adom neked a szót, mert hogyha jól tudom, akkor te megnézted, mennyi a jegybevétel, és akkor légy szíves, ismertesd a végeredményt. Arra kérem önöket, hogy ez a szám, ez az önök száma, erre nagyon-nagyon büszkék legyenek, én nagyon büszke vagyok önökre, meg magamra is mevettem egy jegyet. Szép estét kívánok én is mindenkinek, nagy tisztelettel köszöntöm önöket. Nos, közölhetem, nagy öröm, hogy közölhetem önökkel, tisztelt hölgyek és urak, hogy Vujis Rutko és az önök jóvoltából az előbbiekben említett nemes célra összesen 698.740 forintot adhatunk át. Köszönjük szépen önöknek és Rutko neked is! Nagyon szépen köszönöm, és ugye akkor ez már majdnem 1.400.000, és annyit hadd kérjem, vagy hadd mondjam el önöknek, hogy itt láthatják az esteképes lapját. Az esteképes lapja az, hogy meg tudod csinálni, én ezt elhoztam. Kint majd én dedikálom a könyveimet, majd elmesélem, vagy van egy nagyon különleges könyvem, a Meg tudod csinálni című könyvem, amely minden könyv más és más, 4 órányi film van vele egy dupla DVD-vel, és benne van Kerisztrák története, benne van Szamira története, benne van mindaz, amiről ma este meséltem, és azért extra a könyv, mert egy számozó pecséttel nincs két egyforma könyv, ezt nem kaphatják meg boltban, nem lehet interneten megrendelni, és én ezt nagyon szívesen dedikálom, meg ezt is szívesen dedikálom, bármit ráírok, tényleg bármit, amit csak kérnek, kivéve azt, amit Zoltán kért Szegeden, nem ez a Zoltán, hanem egy másik Zoltán, akkor jelent meg az utolsó Pokoli Történetek című könyvem, és hosszú tömött sorokban álltak az emberek, mit ír az ember karácsony előtt, Béla bácsának boldog karácsony, barátsággal Vujis Tvrtko, éve a névnek boldog névnapot, karácsony meg új évet, barátsággal Vujis Tvrtko, barátsággal Vujis Tvrtko, és akkor hosszú tömött sorokat szétolt a Zoltán.
Malteres nadrágos, tépet ruhájú, izzadó, remegő fiatalember. Annyira ideges volt, hogy nem mertek rászólni, hogy ne tolakodjon. Ott remegett a pokoli történeteken, néztem, hogy meg fog-e ütni. Majd egyszer csak így elém dobta a pokoli történeteket, és azt mondta. Azt írt bele, öcsém. Azt írt bele, hogy anyósomnak, hogy legyen olyan az élete, mint a te könyved címe. Ezt nem, minden mást igen. És azt akarom mondani, hogy ezt ott fogják találni mellettem. Ennek semmiféle ára nincsen. De hogyha adnak 50 forintot, 1000 forintot, vagy 1 millió forintot, biztatom önöket erre, akkor az is megduplázásra kerül. Tehát itt láthatják majd azt a kis leplombált dobozt. Köszönöm, hogy beletetted azt, hogy más már be se férjen, tehát azt majd vegyük ki onnan. És a legvégén majd Kárpátaljáról érkezett barátainkkal, Dizsi Zolival, illetve Berez Zsolttal, itt ezt hivatalosan összeszámoljuk, lepecsételjük, és a holnap utáni nap folyamán pontosan tudni fogják, hogy mekkora az az összeg, ami Kárpátaljára megy. Kérem önöket, hogy akár csak egy picivel is segítsék a kárpátaljai magyarokat. Nagyon szépen köszönöm. És köszönöm szépen.